A mai vlogban két dolgot szeretnék. Egy átfogó véleményezés lesz, illetve egy kérdés. Sziasztok! Hupuci Péter vagyok, és ez itt a vlog. Kezdjük a kérdéssel. Pár perccel ezelőtt érkezett meg a postás, és hozott egy ilyen kis fekete csomagocskát. Gyorsan kis bontottam. És hát volt benne ez a kettő darab valami, nem tudom. Igazából ez a kérdése, hogy ez mi a búbának lehet? Fogalmam nincs, hogy mi ez. Kibontottam egy ilyen kis plastik valami, ami nem tudom, hogy micsoda, meg hogy mire való. Annyit bizonyos, hogy én ezt tudja, hogy nem rendeltem eBay-ről, mert valószínűleg eBay-ről érkezett Kínából, de fogalmam nincs, hogy micsoda. Úgyhogy ha látotok már ilyet, akkor kommenteljétek már, mert létszi nekem, hogy ez micsoda. Egyébként nem tudom, hogy ki küldte, de köszönöm szépen. Amint megtudom, hogy minél való, ígérem, ki fogom próbálni. Oké, a másik csomag, ami itt van a kezemben, ez egy akciókamera, méghozzá egy olyan akciókamera, ami egy igen jó alternatíva lehet a Hero Sessionnek, méghozzá nem más, mint az SJ Cam M10 vagy 10 Plus, M10 Plus, igen. Szóval ezt fogom ma nektek bemutatni. Még nem vettem magamnak, de hogyha ez jónak bizonyul, akkor lehet, hogy komolyan elgondolkozok azon, hogy erre essen a választásom, vagy egy GoPro Hero Sessionre. Úgyhogy, ja, kezdjünk is bele. Kicsit átváltoztattam a kameraállást, remélem, hogy így láttok. Lássátok, mi van a dobozba. Bos. Kibontjuk. Ahogy első ránézésre, hogyha így a doboz meg a csomagolásról kellene beszélni, akkor azt mondanám, hogy nem is tűnik ez elsőre annyira gagyinak. Aha. Itt van a kis kameránk. Vízálló tokban. Igazából nagyon hasonlít a GoPro-ra. Ugye kivesszük belőle. Hát igen, anyaga is, mintázata is elég GoPro szagú nekem. Na jó, nézzük meg, hogy mi van még itt. Plusz aksik. Egy csomó kiegészítő. Ilyen felfogatásokhoz használatos dolgok. Egyelőre fogalma nincs, hogy mi konkrétan mire való. Van benne még nekünk címkénk, amit fel lehet ragasztani a kocsira, vagy a bicajodra, vagy a laptopodnak az elejére, vagy nem tudom, bárhova. Oké, összeállítottam egy kis felszerelést, szóval kis illőbizáltam, hogy ezt tulajdonképpen fel lehet szerelni a biciklinek a kormányára, illetve a biciklinek különböző részeire, vagy olyan csövekre, amire pont ekkora, aminek ekkora mérete. És ez meg egy ilyen kis bepatintós kis, illetve fel is tudod csittetni ruhára, övre, bárhova. Ez így felerakod is, ez így néz ki. Aha, működik. Nem tudom, hogy látjátok-e, a Hero Session-ön nincs ilyen. Okosak voltak a tervezők, raktak rá egy LCD kijelzőt, aminek lényegében semmi értelme nincsen, mert olyan picike, hogy nem nagyon látsz részleteket rajta, viszont mégis megnyugtató, illetve mégis tudod használni, mert jó érzés, hogy belenézel és látod, hogy hova irányítod a kamerát. Tehát van is haszna, illetve nincs is haszna. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Még egy lényeges dolog, igen, hogy az akkumulátort azt ki lehet belőle venni, illetve lehet cserélni. A Hero Session-nel ellentétben, ugyanis a Hero Session-ben nem tudsz elemet cserélni, és ez néha fejfájást okozhat. Illetve, hogyha tönkre megy benne az akkumulátor, akkor egyúttal tönkre megy az egész akciókamera is. Mert a kukába. Oké, működik a kameránk, megvan a felszerelésünk.
menjünk és próbáljuk ki, hogy milyen a képe. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Hát láthatátok, hogy milyen a képe a kis SG-kemnek. Véleményem szerint annyira nem rossz. Szóval lehet, hogy láttunk jobbat is, láttunk rosszabbat is, viszont ahhoz képest, hogy egy ekkora kis kocka, ahhoz képest szerintem elég jó minőségű a felvétel. Egy különlegessége van még ennek a kamerának, ennek az akciókamerának, hogy van benne giroszkóp. Most mi a csodára jó ez a giroszkóp? Hát arra, hogy stabilizálja a képet. Ezt a funkcióját is kipróbáltam, mert hát miért ne? Átugráltam, futottam, meg inkább nézzük a videót. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez a kis dolog, ha benne van a vízálló dobozába, amit most én visszaraktam a dobozba, itt van, ha ez ebbe benne van, akkor 30 méterig tudunk vele búvárkodni is akár, illetve addig vízálló, legalábbis a cég ezt állítja róla. Néhány szó az akkumulátornak a képességéről. Hát leteszteltem, elindítottam egy stoppert, és megnyomtam a felvételi gombot. Hát, nekem olyan 1 óra 45 percnél le is merült. Eddig beszéltünk tehát az előnyökről, a funkciókról, meg a jó dolgokról. Most beszéljünk egy picit a hátrányokról, amit szerintem hátrányok lehetnek. Igazából eddig nagyon kevés van belőlük. Talán kezdeném a picike kis kijelzővel, hogy nagyon kevés fényviszony mellett olyan furán adja elő magát. Maradjunk annyiban, jó, hogy van. Tehát jó, hogy van. Ne várjunk tőle csodákat. A másik hátránya az, hogy a hang az szerintem borzalmas, de van. Na most tudnélik, az akciókamerák nem igazán hangrögzítésre vannak kitalálva, hanem inkább nevében is benne van, hogy akciózásra. Nem tudom, hogyha esetleg nektek van még valami hozzáfűzni valótok, illetve ha van kérdésetek ebből a kamerával kapcsolatban. Lehet, hogy nem mentem bele iszonyat mélységig, de nem is akartam, mivel senkinek nincs 70 óra hosszája ahhoz, hogy végignézze ezt a videót. Ha van kérdésetek, akkor azt tegyétek fel a videó alá. Szívesen várom és meg fogom őket válaszolni. Ennyi volt Hukoci Péter átfogó véleményezése a SG Cam M2 plusz 10 kamerával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Ha úgy érzitek, hogy szuper jó volt, vagy tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha esetleg nektek ez nem jött be, akkor kattintsatok a dislike-ra. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő videóban. Ja, és ha most látod először a videót, akkor ne felejts el feliratkozni, mert jövök legközelebb. Találkozunk. Sziasztok! Tényleg, még egy dolog. Ha úgy érzitek, hogy akartok küldeni levelet, vagy csomagot, vagy bármit, akkor megtehetitek, itt van a videó leírásában, megtaláljátok a címemet, oda lehet postázni különböző dolgokat. Oké? Okay. Ciao.